Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. A mai közügyekben az aktuális koronavírus helyzettel kezdünk Szerbiában és Magyarországon, majd gazdasági témákkal folytatjuk, a szerb kormány gazdaság élénkítő csomagjáról lesz szó. Nagy hét révén Székelykevére látogatunk, ahol megnézzük, hogyan ünnepelték a délbánáti szórványban a virágvasárnapot. Vendégeim is lesznek itt a stúdióban, várom Gyulai Karolinát, a Magyar Kanizsai Egészség ház igazgatóját, akivel a védőoltásokról beszélgetek, Zombor Imre közgazdászt, akivel a szerbiai harmadik hitelmoratórium részleteit tárgyaljuk meg, és Körmöci Petronellát, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának vezetőjét, akivel a társulat pénteken bemutatott darabjáról, a Sógornőkről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Magyar Kanizsa községben eddig mintegy 2600 polgár vette fel a koronavírus elleni védőoltások egyikét. A lakosok egészségük és családjaik megvédése érdekében oltatják be magukat leginkább a legveszélyeztetettebbek, az idősek, így ezt a korosztályt kell biztonságban tudni, amit csak a vakcina felvevésével lehet elérni, viszont egyre több fiatal is jelentkezik az oltásra. Egyre többen jelentkeznek a vakcina felvételére Magyar Kanizsa községben. Ezt jól bizonyítja az is, hogy napi szinten több mint 100 községbeli polgár veszi fel a védőoltást a Magyar Kanizsai oltóponton. Hétfőn közel 130-an oltatták be magukat a kínai Sinopharm vakcinával. Azért döntöttem úgy, hogy ez a vírus nagyon sok embert ágyba döntött, komoly betegségeket okozott, és akkor szerettem volna, hogy ezt megelőzzem tulajdonképpen, hogy védetté tegyem magamat. Miért pont a kínai vakcinát választotta? Végső soron nekem oly mindegy, hogy milyen vakcinát. Én a kínai vakcinába is megbízom. Tudom, hogy a hatásfoka, vagyis hát a felépítése az a régi típusú megölt vírusokból csinálták, amit gyerekkorunkban is tulajdonképpen kaptunk. Én még olyan vakcinákkal voltam védve anno, és azért is fogadtam el tulajdonképpen, hogy jó lesz a kínai vakcina is. Sokak számára a vakcina nem csak az egészség megőrzését jelenti, hanem a gazdaság fellendülését és a szabad mozgást. Csendér Viktor már felvette az oltás első dózisát, a napokban kapja meg a másodikat. Hát szerintem nagyon fontos abból a szempontból a vakcina felvevése, hogy minél előbb túl legyünk ezen a vírusjárványon. Egyrészt ez is az oka, a másik pedig az, hogy a családomat megóvjam, saját környezetemet. Ez a lényeg. A többi már csak haba tortán, úgymond, hogy utazhassunk, hogy szabadok legyünk végre. Családodból valaki más is felvette már a védőoltást? Igen, a szülők már felvették, van még a családban, aki nem, de hát majd, ha sorba kerülünk, úgymond időrendi sorrendben, akkor megtesszük. Tapasztaltatok-e valamilyen mellékhatást? Én személy szerint semmit. A helyén, a beoltás helyén egy pici, enyhe, úgymond fájdalom, de semmi különös. Egy-két napig éreztem, hogy ott volt az oltás helye, de ennyi. Dr. Kassa Nándor általános orvos is részt vesz a vakcinára jelentkező kivizsgálásában. Fontosnak tartja az oltakozást, és elmondása szerint a védőoltás mellékhatásától sem kell félni. Úgy gondolom, hogy azért a legfontosabb fölvenni a vakcinát, mert aki nem veszi föl a vakcinát, ezt a betegséget az év végéig biztosan, hogy meg fogja kapni. Tehát aki nem lesz bevakcinálva, meg fog betegedni. Sajnos ez a betegség nem előre látható, hogy milyen lesz a végkifejlet, aki megkapja. Az időseknél ez a betegség kiszámíthatatlan. Ezt én tapasztalatból mondom, mert én is beteg voltam, tüdőgyulladásom volt. Tehát a végkifejlet nem biztos,
súlyos következmények lehetnek, tehát 50%-ba maradandó károsodásokkal jön ki az ember a betegségből. Úgyhogy mindenféleképpen a vakcina a megoldás. Tehát ezek a vírusok, amik még nem mutálódtak, idősebb korban valóban sokkal veszélyesebbek, mint fiatal korban. Fiatal korban a panaszok általában enyhébbek, de már ezek az új vírusok, amik mutáció útján létrejönnek, a fiatalokat is károsíthatják. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a maximális immunvédelem kialakulásához 2 dózis kell, és még a második beadását követően is el kell telnie bizonyos időnek. Némely vakcinák esetében ez vélhetően a második részoltást követően 10-14. Napon következik be. Addig az idős embereknek és életkortól függetlenül a többi oltottnak is érdemes minden olyan helyzetet kerülniük, ahol fertőzés veszélynek vannak kitéve. Ez a kis dózis egy biztonságos, tehát nem kórokozót viszünk be, hanem egy bizonyos vakcináknál, tehát például a kínai vakcinánál egy elölt vírust viszünk be, és ez készteti a szervezetet ellenanyag termelésre, vagy pedig a többi úgynevezett vektor vakcináknál egy részecskét viszünk be, ami szintén a szervezetet egy ellenanyag képzésre serkenti. A mostani kutatások szerint ez egy 6 hónap vagy 1 év, de ez még nem bizonyított. Annyi biztos. A szakemberek szerint az a legszerencsésebb, ha az oltott betartja a megszokott óvintézkedéseket, mint a maszkviselést, a távolságtartást, a gyakori kézmosást és a fertőtlenítést, hogy megvédje önmagát, családját és környezetét. Vendégem a stúdióban pedig Gyulai Karolina, a Magyar Kanizsai Egészségház igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek! Milyen a Magyar Kanizsán a polgárok érdeklődése az oltások iránt? Hallottuk, hogy 2600 polgár vette fel eddig. Ez mit jelent? Jó eredmény, közepes, vagy még van mind dolgozni? Magyar Kanizsai községben már január óta egy nagyon nagy reklámja van, hogy vegyük fel a védőoltást, és ez meg is mutatkozott az érdeklődésben, mivel hogy majdnem, hogy nem tudjuk győzni azt a mennyiséget, amennyit a magyar kanizsai polgárok igényelnek. Abból tudjuk ezt megállapítani, hogy még mindig a listákon, amit kapunk az EU-pravától, 65 év alatt alig található kanizsai lakos. Tehát az idősek most már valójában be vannak oltva, akik jelentkeztek, de ők mindig prioritást élveznek, tehát a mai nap, ha bejelentkezik, akkor is fog már holnap behívót kapni. Ez a szám, amit magam mondott, valójában már 2700, és már a második védőoltást is megkapta 1750 lakos. Tehát körülbelül 20% a felnőtt lakosságnak védőoltásban részesült már. Említette, hogy az idősek minden további nélkül megkapják. Fiatalok körében is ilyen nagy az érdeklődés? A fiatalok is meg akarják magukat védeni? Igen, ezt tapasztalatból mondhatjuk, mivel hogy a fiatalok már panaszkodnak, hogy januárban jelentkeztek a védőoltásra, és még mindig nem kaptak sajnos behívót, és hogy mikor várható az ő védőoltásuk. Sajnos erre még nem tudunk válaszolni, de a számszerűség, illetve a panaszok alapján már tudjuk, hogy nagyon sok fiatal is várja a védőoltást. Tehát akkor érdemes várni, mert előbb-utóbb sorra kerülnek. A mellékhatásokról tudna néhány szót mondani? Az ilyen enyhe bőrpír helyi fájdalmon kívül önöknél az egészségházban volt komolyabb reakciója valakinek? Azt mondhatom, hogy nem. Tehát mindenki, aki megkapja a védőoltást, 15 percet vár a mi várótermünkben a védőoltás után, és várjuk, hogy esetleg valamilyen mellékhatása van-e a védőoltásnak. Egyetlen egy esetben sem volt olyan, hogy rászorult volna a páciens, hogy bármilyen beavatkozást igényelne. Ezek az alap mellékhatások pedig normálisak 2-3 napig.
Szabadkán és néhány nagyobb városban is megszervezték az idősek helyi oltását, tehát a kültelepülések egészségházába. Erre önöknél igény mutatkozik-e, hogy terepre menjenek, illetve megoldható ez maguknál és Magyarkanizsán? Azt tudjuk, hogy olyan helységekben szervezték meg az országban, tehát olyan helységeket választottak ki, ahol nagyon gyenge volt a védőoltás jelentkezése. Ezért nyitottak például Palicson, Kúlán, illetve különböző helységekbe védőoltás punktot, ahol bármilyen idős személy 60 felett felvette a védőoltást. Mivel Magyarkanizsai Egészségházban napi szinten van olyan, hogy 200 védőoltást is beadunk, így nem tartja szükségét az állam, hogy még fokozza a meglévő mennyiséget, illetve hát kapacitásilag se tudnánk elviselni. Ezért ebben a pillanatban az állam egy védőoltás pontot engedélyez a Magyarkanizsai Egészségháznak, amely minden nap, tehát például tegnap is első védőoltásokat adott be, az orosz védőoltást. Tehát ahol működik a rendszer, ezt nem kell bántani, magyarán mondva. Milyen kockázatot vállal az, aki azt mondja, hogy hát igen, az nem érdekel, nem veszem fel? Én arra hívnám fel a figyelmét az embereknek, tehát mint alkotmányos joguk, hogy válasszanak, meg szeretnének betegedni, vagy felveszik a védőoltást. Senkit nem kényszerítünk a védőoltás felvételére, de ha egy normális életmódot szeretnénk élni, fel kell vennünk a védőoltást. Megkérem a lakosokat, illetve hát a nézőket, hogy ne Facebookon, illetve más internetes oldalon tájékozódjanak, hanem szakemberektől az egészségházban, kórházakban, hogy az ő állapotukhoz melyik védőoltás volna a legjobb, mert van, hogy valaki csak az egyiket vagy a másikat tudná felvenni, illetve hogy ott tájékozódjanak, tehát a szakma mondja meg nekik, ne pedig áll hírek alapján döntsenek arról, hogy védőoltást felvesznek, vagy nem. Mivel, hogy ebben a pillanatban más megoldást az ország, illetve az egész világ nem lát, mint hogy a szakmára hallgatunk, ezért ajánljuk azért, hogy aki teheti, az jelentkezzen és vegye fel a védőoltást. Egyébként önöknél mennyire van a községbe elterjedve a vírus, mondjuk a PCR-tesztek és a gyors tesztek naponta hány százaléka bizonyul pozitívnak? Hát sajnos nagyon nagy emelkedés tapasztalható az egész országban, így Magyarkanizsa községben is az elmúlt két hétben. Mondhatom, hogy a legrosszabb napunk múlt péntek volt, 60 betegünk volt, és csak gyors teszten 11 pozitívunk lett, PCR-on pedig még nem kaptuk meg az eredményeket, tehát azt jelenti, hogy nemhogy duplázódott az előbbi periódushoz, hanem majdnem, hogy háromszor annyi a fertőzöttek száma napi szinten, mint eddig volt, illetve a COVID rendelő leterheltsége is megtriplázódott. Hát igen, ez lett volna épp a következő kérdésem is, hogy ezt hogy bírják az egészségház, meg az egész rendszer? Hát azt kell mondanom, hogy a szakma, illetve az egészségügyi dolgozók elhivatottsága, mint az immunizációnál, mint a COVID rendelőben sokkal erősebb, mint a fáradtság, mást nem tehetünk. Tehát igen, orvoshiányban, illetve nővérhiányban szenved minden egészségügyi intézmény ebben a pillanatban. Talán a polgár úgy is érzi, hogy el van hanyagolva a COVID helyzet miatt, habár nyilván nem csak COVID van, hanem egyéb betegségek is. Habár minden egészségügyi szolgáltatásunkat ez mellett ellátjuk, de beosszuk, tehát beosszuk, és az emberek tényleg elhivatottak, és oda teszik magukat vasárnap is, a saját szabadnapjukat feláldozva dolgoznak azért, hogy megállítsuk például ezt a betegséget. Hát akkor kitartást kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzá. Köszönöm. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon!
euprava.gov.rs. Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az Eupraván. De megteheti a 0800 222 334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Koronavírussal folytatjuk műsorunkat. Országos szinten több mint 7000-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre a koronavírus fertőzés miatt. Ebből 2252 személy van lélegeztetőgépen, tehát 252. A napi új fertőzöttek száma továbbra is 4500 körül van. Az egészségügyi dolgozók hetek óta az egészségügyi rendszer túlterheltségére figyelmeztetnek. Ennek kapcsán Varga Dénes kollégánk Újvidéken dr. Edita Stokityjal, a Vajdasági Klinikai Központ igazgatójával beszélgetett. Üdvözlöm a közügyek nézőit! Hetek óta 1000 felett van Vajdaságban a napi új fertőzöttek száma. Ez a betegek számának a növekedését is jelenti, ami által az egészségügyi rendszer is további megterhelés alatt van. A jelenlegi helyzetről dr. Edita Stokityjal, a Vajdasági Klinikai Központ igazgatójával beszélgetünk. Pozdravljam vás! Kakva je trenutna situácia što se broja obolelih od koronavirusa tiče kad govorimo o kliničkom centru Vojvodine? Na današnji dan u Kliničkom centru Vojvodine prema izveštaju od jutros hospitalizuje se 304 pacijenta obolela od COVID-19 virusne infekcije, a 25 pacijenata se nalazi na mehaničkoj ventilaciji pluća. Zbog porasta hospitalizovanih pacijenata koji su kritično oboleli, bili smo prinuđeni da otvorimo i 6. jedinicu intenzivne terapije, a za pacijente sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom obezbedili smo kapacitete u 7 COVID jedinica. Dakle, kao što vidite, situacija u Kliničkom centru Vojvodine je veoma ozbiljna, da i dalje imamo veliki broj hospitalizovanih pacijenata, da je prijem pacijenata veći nego što se broj pacijenata otpušta, tako da svakako ističemo da je situacija u Kliničkom centru Vojvodine alarmantna. Kakva je starosna struktura pacijenata? U Kliničkom centru Vojvodine hospitalizuju se pacijenti sa srednje teškom, teškom kliničkom slikom i kritično oboleli, a njihova uzrasna grupa u proseku je negde između 4. i 6. decenije. Na osnovu čega se donosi odluka kuda će se oboleli uputiti? Odluka se donosi na osnovu kliničke slike, odnosno težine kliničke slike i stanja pacijenta, na šta utiču brojni faktori, pre svega godine života, uzrast, istovremeno prisutne druge bolesti, komedikacija, tako da u zavisnosti od težine kliničke slike pacijent se hospitalizuje na potreban nivo lečenja. Pored COVID pacijenata, u KCV-u se leči i veliki broj drugih pacijenata. Kako se medicinsko osoblje nosi sa ovim dodatnim opterećenjem? Tako je. U Kliničkom centru Vojvodine 24 sata neprekidno radi i urgentni centar u kojem se hospitalizuju, odnosno pregledaju pacijenti i po potrebi hospitalizuju pacijenti koji zahtevaju pomoć iz oblasti urgentne medicine. Tokom vikenda broj pacijenata u urgentnom centru je dostizao i brojku od 200. Međutim, danas je ponedeljak i naša poliklinika, specijalistička poliklinika, otvorila je širom vrata i prima po redovnom režimu pacijente koji zahtevaju specijalističke ambulantne preglede. S druge strane, moram istaći i našu kliniku za ginekologiju i akušerstvo, koja funkcioniše kao takozvana zelena zona, odnosno za non-covid pacijentkinje, a
ali istovremeno u svom sastavu ima i oblast medicine, odnosno oblast ginekologije i akušerstva koja zahteva hospitalizaciju pacijenata koji su COVID pozitivni. Krajem prošle nedelje je nekoliko pacijenata primilo i novi lek protiv COVID-19. Možete li nam reći nešto o tome? Tako je. Klinički centar Vojvodine je započeo primjenu posebne vrste monoklonskih antitela koji se primenjuju po tipu dnevne bolnice gde pacijent koji nema razvijenu tešku kliničku sliku COVID-19 virusne infekcije dobije ovu terapiju čime se sprečava razvoj teške kliničke slike i potreba za hospitalizacijom. Mi smo i tokom vikenda u posebnom, tako da kažem, organizacionom delu Kliničkog centra Vojvodine organizovali i mogućnost da se ova terapija primenjuje i ona je primenjena kod već desetine pacijenata. Hvala vam na razgovoru i informacijama. Molim, pozdravljam sve gledaoce i kao što vide da ja nosim masku i moj apel je da se pridržavamo svi maksimalno onim merama koje su nam preporučene, a to je maska, distanca, dezinfekcija ruku, obavezna vakcinacija, jer tako jedino svi zajedno možemo pomoći zdravstvenom sistemu. Hvala. A közügyeket Újvidékről Varga Dénes tudósította. A szakemberek szerint súlyosabb tüdőgyulladást okozhat a várandós anyáknál a koronavírus, ezért azt javasolják, hogy vegyék fel a vakcinát. Magzati károsodást nem okoz a fertőzés, a terhes nőknél azonban súlyosabb tüdőgyulladást okozhat, mint a hasonló korú nem terhes nőknél. Ezt mondta el megkeresésünkre dr. Szlávik János, a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa arról is beszélt, hogy nagy nyomás nehezedik jelenleg a magyarországi egészségügyre, de egyelőre el tudják látni a betegeket. Dr. Szlávik Jánossal Vadlövő Gabriella beszélgetett Budapesten. Az interjút még pénteken készítette kolléganőm, azóta Magyarországon már megkezdődött a várandós nők koronavírus elleni oltása. Köszöntöm Önöket! Javában zajlik a vakcináció Magyarországon is, és a szakemberek azt javasolják, hogy a várandósok is vegyék fel a vakcinát. A részletekről dr. Szlávik Jánost, a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosát kérdezem. Jó napot kívánok! Önök azt javasolják legutóbb, a legújabb hírek szerint, hogy a várandósok is vegyék fel a vakcinát, mert hogy súlyosabb tüdőgyulladást okoz ez náluk. Ezek szerint akkor felvehetik. Én is jó napot kívánok a nézőknek. Igen, tehát szerte a világon föltűnt az, hogy sajnos a várandós kismamák, különösen a terhességnek a középső harmadában jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve a súlyos tüdőgyulladás szempontjából, mint azok a hölgyek, akik ugyanolyan korúak, de nem terhesek. Emiatt több ország meggondolta a terheseknek a rutinszerű oltását. Magyarországon a szakemberek javasolják, hogy vezessék be azt a gyakorlatot, hogy a terhesek, amennyiben megbeszélik az orvosukkal, akkor fel tudják venni az oltást. Nagyon sok helyen ez nagyon komoly veszélyt jelent, Magyarországon is nagyon sok kismama fertőződött meg, többen kórházba kerültek, sőt olyan is volt, aki lélegeztetőgépre került. Tehát a szakma úgy gondolja, hogy különösen fontos ennek a csoportnak a védelme. Minek köszönhető ez a fordulat, úgymond a vírusmutánsok azok, amelyek jobban fertőznek és nagyobb veszélyt jelentenek a kismamákra, vagy pedig csak most derült fény erre? A járványnak az első idejében úgy tűnt, hogy a kismamák nincsenek veszélyben. Azonban nyilván a vírusmutánsok súlyosabb állapotot létrehozó volta. Egyáltalán a vírusmutánsok önmagában magyarországi megjelenése, ami már több mint 90%, oda vezetett, hogy ezt a csoportot is meg kell védenünk. Ugye a vírus
a kismamákra veszélyes, a magzatra hál' Istennek nem. A betegség képes a terhesség elején vetélést okozni, képes a terhesség végén koraszülést okozni, de sajnos pont a terhesség második, harmadik harmadában nagyon veszélyes a kismamákra, amennyiben náluk nagyon súlyos tüdőgyulladást okoz. A magzatba úgy tűnik a vírus ugyan átjuthat, de nem okoz súlyos megbetegedést. Eddig egyetlen egy esetben találkoztunk olyannal, hogy a megszületett kisbaba hordozta a vírus, de nagyon enyhe tünetei vannak. Mondta, illetve beszéltünk arról, hogy azok, akik várandósok, illetve a kismamák, mi a helyzet azokkal, akik most terveznek gyermeket? Tehát mind a három kategória felveheti az oltást? És ha igen, akkor van esetleg valamilyen javaslat arra, hogy melyik vakcinát, vagy mindegyik ugyanolyan jó? Ugye valamennyi koronavírus elleni oltásnak van egy alkalmazási előírata, amiben az szerepel, hogyha valaki hölgyként, fogamzóképes korú hölgyként megkapja az oltást, ezt követően lehetőleg 2 hónapig ne essen teherbe, tehát hogyha terhességet tervez, akkor úgy vegye fel az oltást, hogy a második dózis után 2 hónapig ne essen teherbe. Ez egy óvatosság. Nagyon úgy tűnik, hogy az oltások semmilyen hatással nincsenek a terhesekre, semmilyen hatással nincsenek a kisbabákra, és semmilyen hatással nincsenek a szoptatott csecsemőkre. De az óvatosság ajánlott, viszont ahogy telik az idő, úgy lesz egyre több és több ismeretünk az oltásokkal és a vírussal kapcsolatban. Ez vezetett oda, hogy nem sokára Magyarországon is meggondoljuk a terheseknek az oltását. Most egy más téma, a daganatos betegek, ugye náluk is, ők is fel tudják venni az oltásokat, de ha jól emlékszem, vagy hogyha jó helyről informálódtam, akkor a Sputnik V vakcina az, amelyiket nem javasolják a daganatos betegeknek. Korábban az alkalmazási előiratban a krónikus betegek, a daganatos betegek, az autoimmun betegeknél nem javasolták a Sputnik oltást, aminek az alkalmazási előiratát nem rég írták át. Újabb és újabb ismeretekkel bővültünk a Sputnikot illetően, és az ellenjavallat átment az óvatosan beadható, vagy nagy figyelemmel beadható kategóriába, ami azt jelenti, hogy a daganatos betegek is megkaphatják az oltást. Ez azért is fontos, mert nemrég kiderült, hogy a daganatos betegek általában ugyanolyan jó reagálnak az oltásra, mint azok, akiknek nincsen malignus megbetegedése. Ez azt jelenti, hogy az ő oltásuknál is ugyanannyi antitest jelentkezik, ugyanolyan védettek a vírus ellen, mint azok, akiknek nincsen ilyen súlyos betegsége. És ez nagyon fontos, hiszen a daganatos betegek nagyon komoly veszélynek vannak kitéve a koronavírust illetően. Természetesen el kell különíteni a daganatos betegségekre alkalmazott kezeléseknek a kategóriáját, hiszen ezek nagyon súlyos immunrendszert romboló gyógyszerek lehetnek. Ilyenkor meg kell találni azt a fontos időpillanatot, hogy mikor lehet beadni a daganatos betegnek olyannak, aki akár sugárkezelést kap, akár citosztatikus kezelést kap az oltóanyagot, hiszen őket is meg kell védeni a vírustól, illetve annak súlyos következményeitől. És végül még csak általánosságban a járványhelyzetről. Magyarországon nagyon magasak a napi fertőzött számok az utóbbi időben, ugye a harmadik hullám sokkal súlyosabb, mint az előző kettő. A halálozások száma is igen magas. Hogyan bírja az egészségügyi rendszer? Ugye rendkívül nehezen bírja az egészségügyi rendszer, de még bírja. Tehát még van benne annyi tartalék, hogy a következő napokat, heteket kibírjuk. Ugye minden szigorításnak jó néhány héttel jelentkezik a hatása. Tehát én úgy érzem, hogy valamikor a következő napokban, hetekben fogjuk látni azt, hogy hova vezettek a korábbi szigorítások. Egyre több beteg kerül kórházba, a többségük még mindig idős és krónikus beteg ember, és ez vezet oda, hogy ha az esetszám csökkenni fog, attól még sajnos a halálozás egy jó darabig magas marad, és ezt látjuk most. Én nagyon-nagyon merem remélni, hogy ez a szám nem fog tovább növekedni, és mint sok más országban nálunk is elkezd majd csökkenni az esetek száma, de egyelőre még be kell tartanunk azokat a szigorú intézkedéseket, amiket ugye az egészségügyi és politikai vezetők hoznak, tehát a maszkhasználatot, a kijárási tilalmat, a gyülekezésnek, a gyülekezésektől való óvakodást, tehát egész egyszerűen nekünk kell egymásra vigyáznunk, rokonainkra, szeretteinkre, különösen az idősekre azért, hogy ne legyen még több beteg a kórházakban, és ne halljon meg még több ember. Utólag köszönjük szépen a beszélgetést. A közügyeket Budapestről Vadlövő Gabriella tudósította. Gazdasági tévával folytatjuk a közügyeket. Április végéig igényelhetik a szerbiai polgárok a banki hiteltörlesztés halasztását, amennyiben pénzügyi gondjaik akadnak. Ez már a harmadik hitelmoratórium lesz,
arról, hogy ezt kikaphatja meg, a bankok egyénileg hoznak döntést. Az első moratóriumra tavaly a hitelfelhasználók 94%-a jelentkezett, a másodikra 86%-uk, a harmadikra viszont egyelőre még jóval kevesebben nyújtottak be kérelmet. A járványhelyzet idején az adósságtörlesztés halasztására irányuló kérelmek kerültek előtérbe. Majd új évtől a bankok lerövidítették a készpénzhitelek törlesztésének maximális idejét. Ennek oka a munkahelyek esetleges elvesztése miatti bizonytalanságban keresendő, különösen a turizmus, a szállodaipar és a szállítmányozás területén. Így most a bankok különféle típusú hitel átütemezéseket kínálnak. A Szerb Nemzeti Bank közleménye szerint az adósok közül csak januárban 37 ezeren jelentkeztek a moratóriumra. Majdnem 90%-uk a lakosság közül került ki. Legtöbben 64%-uk a készpénzhitelek törlesztésének átütemezését kérték. Minden tizedik ügyfélnek a hitelkártyás fizetésből és az úgynevezett megengedett mínuszból eredt a problémája. Most két lehetőség közül lehet választani. A 2020. március 18-áig felvett hitelek fennmaradt részének a visszafizetését meg lehet hosszabbítani 107 törlesztő részletre. A többi adós pedig kérheti a banktól az új moratóriumot. Mirjana Györgyevics, a Sberbank termékfejlesztési igazgatója elmondta, hogy körülbelül 5000 ügyfél választotta a könnyítéseket. Kod fizičkih lica to je prvenstveno nezaposlenost, zatim pad zarade, odnosno zarade ispod nivoa republičkog proseka. Moratorium 3, odnosno dodatne olakšice Narodne banke, predviđaju da klijenti dobijaju grace period od 6 meseci i njihov rok otplate se produžava za 6 meseci, a oni tokom trajanja ovog moratoriuma u toku grace perioda plaćaju kamatu, ali se opredeljuju da li će ta kamata biti plaćena dok traje sam grace ili će je odložiti i platiti je po isteku tog perioda. A tavalyi év végén a bankok óvatosabbak voltak a hitelezésekkel, annak érdekében, hogy ne tegyék ki magukat kockázatnak, és alacsony szinten 3,8%-on tartsák a lakossági hiteleket. Zorán Grubišić, a Belgrádi Bankakadémia munkatársa elmondta, hogy a bankok határozott kockázatkezeléssel rendelkeznek, ezért mindegyik bank eltérő politikát folytat. Najveći broj klijenata zaista prihvata te ponuđene mere i olakšice, moratorijume. Svi koji su iole malo pogođeni, ugroženi, da im ostane veći deo raspoloživog dohotka za potrošnju, uvažavaju preporuke koje daje Narodna banka Srbije i prijavljuju se. E sad, sa druge strane, banke naravno naglašeno upravljaju rizikom. Hogy mennyire különbözőek a bankok ajánlatai, az is bizonyítja, hogy csak 3 bank kínál első lakás vásárlásához lakáshitelt 10%-os önrésszel. A többiek továbbra is 20%-ot kérnek. Emellett egyesek mobil alkalmazáson keresztül 10 perc alatt lebonyolítják a készpénzkölcsönt, míg mások mindenfajta hitel átütemezésről külön-külön tárgyalnak. A témával kapcsolatban a stúdió vendége pedig Zombori Imre közgazdász. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát, talán kezdjük onnan, ahol a bejátszás abba hagyta. Kinek jó a moratórium? Miért jó ez a lakosságnak, és miért jó ez a gazdaságnak? Hát először is azt kell mondani, hogy ez a harmadik moratórium különbözik az előző kettőtől. Tehát az előző kettőnél akkor kellett jelentkezni, hogyha valaki nem igényli. És igen magas százalékban az emberek igényelték, de a másodiknál már észrevehető volt, hogy az első sokk után, amit ez a válság okozott, hogy fölmérték, hogy vajon igazából szükségük van erre, vagy nincs szükségük, és ezért esett valamennyivel ez a százalék. Na most a harmadiknál a Nemzeti Bank inkább egy ilyen irányelvet fogadott el, hogy a bankok maguk mérjék föl, hogy mely kliensek vannak esetleg bajban. De ez akkor nagyon-nagyon tág fogalom így. Hát tág, de adtak ők, hogy úgy mondjam, ilyen konkrétabb irányelveket is, tehát hogy akinek leesett a forgalma bizonyos százalékban, vagy a hitel megterheltsége elérte a jövedelme 40%-át, vagy a polgároknál, hogyha munkanélküli leesett a jövedelem,
És valahol az irányelvbe írja, hogy ugye a bankoknak is érdekük, hogy úgymond az ügyfeleket megőrizzék, hogy fizetőképes ügyfelek legyenek, és ebben ez a moratórium segítséget kell, hogy nyújtson ezeknek az ügyfeleknek, akár polgárok, akár vállalatok legyenek azok. Tehát minden banknak már előzőleg a weboldalán a feltételeket fel kellett rakni, és a polgároknak, illetve a cégeknek kell megfelelő dokumentációt mellékelni, amivel bizonyítja ezeket a problémákat, és ugye a dolog a banknál elbírálásba részesül. Hát most mire kell itt odafigyelni, mert hát ugye az emberek a bankokkal mindig úgy egy kicsikét félve vannak ennek az egész folyamatnak buktatói? Hát valójában ugye itt föl vannak sorolva az összes, abban az irányelvekben az összes lehetőségek is, tehát hogy meghosszabbodik a futamidő, vagy hogy valaki mindjárt kifizeti azt a kamatot, ami megy a moratórium alatt, vagy a szétoszlik több részletre. Tehát én alapvetően azt mondom, hogy azt mondanám, az én véleményem az, hogy ezek ilyen korrekt feltételek, de természetesen akinek nincs szüksége rá, ugye akinek megvan a megfelelő jövedelme, tehát nem volt jövedelem kiesése, aki úgy gondolja, hogy a pénztárcája elbírja ezt, annak nem kell igényelni. Na most miért jó ez a polgároknak, miért jó ez a vállalatnak? Hát mint polgárok mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha ugye egy x hónapig még egy összeg van a zsebünkben, akkor tudunk tervezni, ugye ne adj Isten bizonyos adósságokat kifizetni, ugye, ami esetleg felgyűlám lehet bizonyos terveket megvalósítani. Hát így van ez a vállalatoknál is, hogy minden, valójában ez a gazdaság irányítás lényege is, hogy a likvid, tehát a fizetőképes eszközöket igyekszik növelni a vállalatoknál, egyéneknél. És valamilyen szinten jó ez a bankoknak is, mert gondolni kell arra, hogy úgy, ahogy volt Covid előtti világ, lesz Covid utáni világ is. Nem lehet elveszíteni az ügyfeleket. Igen, tehát minden az ügyfeleket meg kell őrizni, és meg kell őrizni a korrekt viszonyokat, mert ugye így tud az egész gazdaság, illetve a dolog épülni. Térjünk át egy másik intézkedésre. Többször már ezt beharangozták, és most már a kormány is elfogadta, hogy minden szerbiai állampolgár 2x30 euró támogatásban részesül, tehát összesen 60 euróban. Erre még jön a nyugdíjasok számára előlátott 50 euró. Ez nem csak a támogatottak, mindenki szeretné, ugye, hogy most 60 eurót kapunk csak azért, mert ugye állampolgárok vagyunk, a nyugdíjasok 110-et kapnak, de ez miért jó a gazdaságnak, mit segít ez a gazdaságnak, az nyilvánvaló, hogy nekünk mit segít, de miért jó ez a szerb gazdaságnak? Hát valójában azért jó, mert bizonyos fogyasztást generál. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt a 60 eurót, illetve 110 eurót, illetve a tavaly kapott 100 eurót is ugye nem raktuk szalmazsákba, hanem elköltöttük. Tehát minden, hogy úgy mondjam, minden ilyen eszköz, amit kapunk, amit fogyasztunk, az a gazdaságot működteti. Tehát valójában ugye a gazdaságot úgy kell elképzelni, úgy is el lehet képzelni, mint egy nagy gépezetet, ami sok fogaskerékből áll, és akkor, hogyha az egyik forog, akkor megforgatja a másikat is, és a minden össze van kötve, így működik a dolog. És ez érvényes a minimálbér támogatásra is, amit csak nem minden cég kihasznál? Igen, érvényes a minimálbér támogatásnál. Egy dolgot mondanák, hogy ott a lényeg inkább a munkahely megőrzésen van. Mert elő is van írva, hogy azok a cégek, akik igénylik ezt a minimálbér támogatást, utána egy pár hónapig nem bocsáthatják el a munkások több mint 10%-át. Tehát ez egy munkamegőrző intézkedés, és még egy dolog elő van itt írva, hogy abban az időszakban nem fizethetnek osztalékot. Tehát valójában itt is ezek az intézkedések általában próbálják, hogy úgy mondjam, fókuszba, illetve jobban megcélozni azokat, akiket jobban érintett a válság. És külön támogatást kapnak még a vendéglátósok, a turisztikában dolgozók, sőt még az utasszállítók is, akik 600 eurót kapnak. Ezek a külön támogatások, ezek mire vonatkoznak? Ez talán, hogy megmaradjanak ezek a cégek? Hát igen, ez az úgynevezett szektortámogatás, ugye idegenforgalom, vendéglátás, utasszállítás. Hát ezek azok a szektorok, ahol munka ugyan lenne,
de sajnos az egészségügyi helyzet miatt, úgy mondjam, adminisztratív tiltással nem lehet dolgozni. Ugye? Mert az emberek, látjuk, hogy utazási kedve van, ugye, szórakozási kedve van, de egyszerűen nem lehet csinálni a helyzet miatt. Tehát, és holnap, amikor ez elmúlik, hogy úgy mondjam, ezek a vállalatoknak ismét lesz piacuk, tehát lesz kinek nyújtsák a szolgáltatásokat, sikeresek lesznek. Hát és most ezt a helyzetet kell, ebben a helyzetben kell, hogy az állam segítsen, amennyire tud, illetve amennyi eszköz van, hogy egyszerűen túléljék, mert hogy úgy mondjam, mindig nehezebb egy új vállalatot indítani, mert a turizmus létezni fog utána, bárhogy is alakul a dolog, de sokkal könnyebb, hogyha már a meglévő jól bejáródott vállalatok, illetve a betanult munkások, akik már régebb óta dolgoznak a vállalatokban, azok nyújtják majd a továbbiakban a szolgáltatást. És addig is ki kell várnunk, és túl kell élnünk. Zombor Imrének köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Én köszönöm. A virág vasárnappal megkezdődött a húsvét előtti nagy hét. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, a kereszt halála előtt. Ilyenkor a templomokban barka szentelést és körmenetet szoktak tartani, idén azonban a járvány miatt ez utóbbi csak nem mindenütt elmaradt. Utazzunk most Bánátba, Székelykevére, az ottani virág vasárnapra. A húsvét egy különleges ünnep a hívő ember számára. A virágvasárnappal kezdődő eseménysor, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozza a megváltást. Ez minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Virágvasárnapi szentmisén felidézzük Jézus bevonulását Jeruzsálembe, amikor pálmaágakkal fogadták a hívek. Mi a pálmaágak helyett pimpót hozunk a templomba, mert nálunk ezen a tájon a pimpó virágzik ebben az időben, és ez a pimpó virág egész éven át nagyon féltett a házban, vigyázunk rá, és a húsvéti kellékek mellett az egyik legfontosabb dolog nekünk, hogy ott legyen húsvétkor az asztalon, amit majd a piros tojással díszítünk nagypénteken, amit megfestünk, és nagyon fontos ez számunkra. A húsvétot hamvazó szerdától nagyszombatig 40 napos böjt készíti elő, az ünnepet megelőző utolsó böjti hét a nagy hét, amikor mindenki készül az ünnepre. Mai nappal megkezdődik a húsvéti ünnep, ami ma virágvasárnap. Hát már ezt a pimpót, ahogy megvan szentelve, hazavigyük, kidíszítsük, kezdődik a húsvéti hangulat, nagypénteken tojásfestés, bőtölés, húsvétkor akkor jövünk a misére, jön a nyuszika, hozza a piros tojást a gyerekeknek. A húsvét előtti napon mindenki készül finom süteményekkel a sonka és a tojás mellett, mondta Kató Aranka. Amit kell, ugye sonkát főzünk, tojást, többfajta süteményt csinálunk, hát örömmel várjuk. A húsvét időszaka a gyerekek számára is érdekes, elsősorban a készülődés folyamata, valamint a húsvéti nyuszi érkezése miatt. Úgy készülök a Zoviba a húsvétra, hogy kifestek egy nyuszikás rajzot, csinálunk kosarakat, és megtanulunk egy nyuszikás verset, és otthon pedig csinálok fészket a nyuszikának, hogy abba hozza az ajándékot. A csoki tojásokat, játékot hahoz, és a piros tojásokat. Virágvasárnap és nagypénteken megrendül mindannyiunk lelke. Szemerédi Pál székelykevei plébános kiemelte, hogy ez a hét a megtisztulás időszaka a keresztények számára, melynek során a testi önmegtartóztatás mellett a lélek is előkészül a legnagyobb vallási ünnepre. Megkezdődik virágvasárnappal egy nyitány, egyben befejeződik is a nagybőti előkészület időszaka,
amikor az ember próbál sokkal többet fordítani az ima életére, lelki életének az ápolására, és erre a nagybét időszak kiváló alkalom. Jóisten megadja a kegyelmet, megadja a lehetőséget a lelki újjászületésre. A kérdés az, hogy az ember mennyire akarja ezt komolyan venni, vagy pedig inkább rutinszerűen próbálja megélni keresztény életét. Ezen a héten ér véget a 40 napos bőjt, nagy csütörtökön megszűnik a harangozás. A harangok Rómába mennek, ma közismert szólás szerint. Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb bőjt és gyász ideje. Húsvét megünneplése már nagy szombat délutánján megkezdődik. Ismét megszólalnak a harangok, és ekkor ér véget a 40 napos bőjt. A Sógornők című darabot mutatta be a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata pénteken. Az előadásban a társulat női tagjai szerepelnek, sőt két férfi szereplő közül az egyik is nőt alakít. A komikus, tragikus, abszurd előadást Hernyek György rendezte. A darab szövegének sajátos humora mellett a helyzet adta humorra is épül az előadás. Nézzünk most meg egy rövid részletet a Sógornőkből. Istenem, én már felkötném magamat, bizony Isten lógna anyátok a rongyok közt mereven vacsoráig. Jézusom, én itt lógok, s mindjárt itt van a férjem. Mi a papőben az ember minden nap vacsorára? Este van esznek, mind a család hazajött már. Tiszta ide, kicsi nagy bők, hisztizik és ölik egymást. Aztán jön a film, az a jó csönd lesz, nézzük a tévét. Coca-Cola szereti, sok cukros. Horgoltam. Vendégem a stúdióban pedig Körmöci Petronella, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket is! Hadd kérjek elnézést, hogy így teljes maszkban vagyok és szemüvegben, sajnos van egy súlyos szemfertőzésem, és nem szeretném a nézőket ezzel ijeszgetni, valamint a fény is zavarná a szememet. Igen, nem inkognitóban van. Így van. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Hát amit láttuk, kisebb meredek volt az előadás kezdete, enyhén szókimondó. Egyébként jellemző ez az egész szókimondó karakter az előadásra? Jellemző, de mérsékeltebben. Tehát ez az első repszám az, ami tulajdonképpen az elejétől a végéig összefogja a darab mondani valóját, és ezt mondhatjuk is, hogy talán ez a legszókimondóbb. Egyébként a darabban az összes szöveg az ugye a karakterekhez kötött, és ez már egy picit lágyabb formában. Milyen élethelyzeteket mutat be a darab? Nagyon egyszerű a történet, tehát úgy is mondhatjuk, hogy a cselekmény is igen kevés, tehát itt a szöveg humora, illetve Parti Nagy Lajos bravúros szóhasználatára épül a darab. Egy nyereményjátékban az egyik szereplő nagyobb összeget nyert. A feltétele annak, hogy ő ezt megkapja, az, hogy be kell ragasztani ezeket a kis bélyegecskéket egy albumba. 1 millió bélyegről van szó, és ezt ő aztán levásárolhatja természetesen. Ehhez hívja át a szomszédasszonyokat, a sógornőket, a testvéreket, a rokonokat, és hát itt kezdődik a bonyodalom, ki kivel milyen viszonyban van, szeretjük egymást, nem szeretjük egymást, pletykázunk természetesen, mint ahogy azt ugye az asszonyok talán szoktak is, és a végén, most nem szeretném lelőni. Igen, a poént, de még más is történik, úgyhogy érdemes megnézni inkább a darabot. Bemutatja ugyebár a nők helyzetét, ez a 80-as években játszódik, tehát egy előző kor, helyenként szatirikusan, helyenként pedig tragikusan mutatja be a nők helyzetét. A maguknak, a színésznőknek mennyire volt nehéz ezt magukévá tenni, átérezni, előadni ezt az egész életérzést, amiben ők itt játszanak?
Minden életérzést egyébként ugyanolyan súllyal adunk elő, vagy formálunk meg. Ami a könnyítés egy ilyen szatirikus darabnál esetleg, az az, hogy szélsőségekig lehet elmenni. Az mindig kellemes egy színésznek, hogy a határokat feszegeti. Tehát úgy is mondanám, hogy van az időmértékes verselés, ahol ugye egy picit kötöttebb formában vagyunk, és van a szabadvers. Én ezt inkább a szabadvershez hasonlítanám, tehát itt sokkal nagy szabadság áll rendelkezésemre az, hogy egy karaktert teljesen bemutassak. Nyilván, hogyha a karakter humoros, akkor a közönség visszajelzése is azonnali és határozott, ez ugye szintén segíti magát a figurát, de mivel ez egy tragikomédia vagy groteszk műfaj, ezért megvan ennek a maga keserűsége, tehát az embernek a lelkében is válkál, és természetesen ilyenkor színésznő is válkál a saját lelkébe, hiszen azért önmagamból formálom a figurát. Ötvöződnek akkor érzések. Igen. A színészekbe is, és a közönségbe is. Így van. Nézzük azt, hogy az előző előadás, ugyebár a Tesztoszteron, amit a Népszínház Magyar Társulata előadott, ez egy férfi darab, férfiakkal, most pedig ez egy női darab a Sógornők. Mennyire volt tudatos, hogy most egyszer a férfiakat, egyszer a nőket mutatjuk? Ez teljesen tudatos volt. Még az előző társulatvezető Gyarmati Kata ötlete volt az, hogy próbáljuk ki egyszer azt is, hogy csak a társulat női és csak a társulat férfi tagjai játszottak. Ez nekem nagyon megtetszett, ilyet még nem csináltunk. Ugye már szinte van, aki 20 éve vagyunk együtt egy társulatban, próbáljuk ki ezt is. És ehhez kerestem darabot, és így jött ez, hogy akkor Tesztoszteron legyen a fiús darab, a Sógornők pedig a lányos darab. Mindkét darabot egyébként még az előző évben kezdtünk megpróbálni, de sajnos csak most sikerült a végére jutnunk. Milyen volt a fogadtatás? A nézőknek tetszette? A nézők nagyon hálásak mindig, amikor vígjátékot játszunk. Szerintem ez a nyomasztó egészségügyi helyzet most egyébként is azt kívánja, hogy egy picit lazábbak legyünk, és hát nagyon jó hallani a színpadról ezt az önfelett nevetést, ezt a tért csapkodást, ezt a hahotázást. Hál' Istennek nagyon nagy tapsot is kaptunk, és én mindig elmondom, hogy nagyon hálás vagyok a közönségnek, hogy kitart mellettünk, hogy mindenféle előírás ellenére is jönnek színházba. Hát igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy most így, ahogy vagyunk, ahogy élünk most már több mint egy éve, nehéz színházat csinálni? Hát nehéz. Azért a teltház az teltház, ez meg egy negyedház. Tehát az a 264 helyre 82 ember ül be. Azért az üres székeket estéről estére látni, az azért nehéz. Ez azért a színésznek a szívét megszorítja, ne? Igen, meg a közönség is szerintem magányos. Én is például tegnap este Újvidéken voltam egy bemutatón, és olyan magányos az ember, tehát nincs az az igazi közösségi élményem, ami mondjuk azelőtt volt, ez hiányzik. De hálás is vagyok a sorsnak, mert mondjuk nagyon sok országban, például Magyarországon sem, egyáltalán nem játszanak a színházak, tehát nyilván a semminél több sút, jóval több. Tervezni lehet? Kérem? Tervezni lehet? Lehet, sőt, négyszeresen tervezünk, tehát ABCD terv van, és mindig az adott napnak, az adott szabályozásnak, az adott körülményeknek megfelelően dolgozunk. Tehát ebben már nagyon belejöttünk. Hát akkor sok kitartást kívánok, és sok nézőt is kívánok a Népszínházba. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzá. Köszönöm én is. Ez volt már a Közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Farkas Aténe várja önöket hírháttér műsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!